Sziasztok, jó estéket! Szép estéket mindenkinek! Ismételten itt egy jó kis hard hétfő, úgyhogy hát visszatérünk Alaszkába az elmúlt egy igen-igen csak erős kezdés után. Egyelőre úgy tűnik, hogy egyedül vagyok, de hát aztán tudjátok, hogy van ez. Ha úgy hozza a sort, akkor ez hamarosan meg fog változni. Még egy apróságot viszont itt elfelejtettem magamnak beállítani. Mégpedig az, hogy nekem itt a fülesben egy falat hangom nincsen. Az a nagy helyzet, úgyhogy egy picit ezen orvosolunk gyorsan. Úgy bizony. Oké. Okay. Jaj. Na. Egy habos jó baráttal vágok neki ennek az estének, és meg kell őszintén nem igazán tudtam most összekaparni, hogy mit kéne megváltoztatni, úgyhogy csapjunk bele a lecsóba. Picit kinézzük a planningbe. Aztán meglátjuk, mi lesz. Kezdésnek kiváló. Egy kis komlós élvezet. Na nézzük. Hol is vagyunk? Szóval az van, hogy... Ja, oké. Okay. Tehát azt nézzük, ugye, hogy Nordportból Nordportba mit kell megcsinálni még. Azt mondja, hogy ezt, szerintem ezt a Lost Oil Tank, ez már nagyjából meg is lett, úgyhogy szerintem ezt már ki is lett pipálni, azért meg ellenőrzöm. Ami még itt nekem tervben volt, ezt a Containers in the River-t, ezt föl kell kapni, majd levéni minden szépen oda a portba, ez nem lesz egy olyan nagy kaland egyébként, de ezt nem a service hub-ba kell vinni, hanem ezt kérik szépen a portba, ezt rosszul írtam be, a múltkor meg is szivattam vele magam alaposan. Aztán na, őt szerintem már megcsináltuk. Igen. Hát mindjárt megnézzük. Megnézzük mindjárt. Jó, akkor a készeket is mutatjuk. Tehát eddig jutottunk, ugye a múltkor megcsináltuk a Metal Bridge-et. Hírkész van. Can go to waste úgy szintén meglett. Pipeline Construction, ez az alap. Aztán Roxfall, Stonefall, Stuckin' a Mountain, majd egy trailer park volt még itten. Csak egy ilyen megtekintő sztori volt. Halihó, szia-szia Andorom, hogy ne menne. Ó, és milyen szépen, meg is érkezett mindenki. Sziasztok. Bocs, én közben ezerrel nézem az exet, és nem látom teljesen, hogy most éppen hányan vagyunk. Na, szóval, ugye még a múltkor megcsináltuk ezt a, szerintem a Gergő megcsinálta ezt a Powerline-t is, igazság szerint. De azt mondom, inkább ugorjunk bele a gombába, aztán nézzük meg, hogy mégis hogy állunk. Szóval, azt mondja, hogy Global Map, nézzük. És nézzük meg a küldiket. De annyi kérésem van. Igen, és Andorom, és neked mennyire igaza van? Mennyire igazad van? Pedig múltkor ugye jó tippet adtál, csak említettem el még addig, hogy alkalmazzam is. Kis zenét ráadunk, mert ez így, az így jól megvan. Na, szóval, azt mondja, hogy a Powerlines check, akkor ez végül nem lett meg tegnap ezek szerint. Szerintem pedig azt már Gergő csinálja is. Nem mindegy, tehát Oil Tank Delivery, az nem ez. Ja, igen. Szöngye, hogy Mountain Maze, az nekünk, minket most messze visz, nem azt sem, most a Morrison Mine Drilling Supply. Őt akár lehetne is. Ugye portból innen, meg onnan, Cargo Container Medium Pipes. Cargo Container lehet vinni ugyebár innen, portból Medium Pipe-ot pedig szerintem innen. Ez a Resupplyzon Warehouse-ból kéne vinni. Medium Pipe úgy bizony. Medium Pipe, és itt pedig a port területén Cargo Container. Igen, ez volt az. Csak annyi, hogy itt ugye nekem akkor kelleni fog egy némiképpen jobb szerelék. Skyfield-ről nem ez kell. Itt van egy Fleestar, csak nem megfelelő vontatvánnyal szerintem. Viszont Andor, azt hiszem, hogy most hallgatok rád akkor egyet gyorsan. Azt mondja, mi volt itt a kérdés? Oil Tank Delivery. Ez vajon megvolt-e? Aha, az a másik volt, igen. A drilling
A drill rig disassembly volt, amit megcsinált a Gergő. Bizony. Drilling parts delivery? Nem. Fire in the barrel, pipe and construction, floating drill. Floating drill. Ő bizony, ő volt az, amit megcsinált a Gergő. Jól van. Jól van. Ezt úgy gyorsan bejelölöm itt. Igen. Kész. Jó, és akkor Andor. Andor, megpróbálom közben az ötletet is bevetni. És azt csináljuk, hogy a mindent kijelölünk típusú A. És... Na jó. Ezt nem így csináljuk. Nem így csináljuk, mert akkor viszont elveszítem a hátsó zöldezést is. Viszont nézzük inkább meg azt, akkor most mit érdemes csinálni. Nekiesek ennek a Containers in the River című történetnek. Amely pedig igazából sima mission. Bizony, bizony, bizony. Az úgy néz ki, hogy itt van 2 darab konténer elvtársok, és azt kell elvinni ide. Na most ehhez én azt fogom csinálni, itt van egy sideboard trailerem, amin ugye nincs semmi. Azt hiszem, nincs ott semmi. Ebből nem kell, hogy legyen. Itt van egy flatbed. Kínomba max elviszem ezt. De egyre maradjunk annyiban most, hogy megnézzük először a freestart, mi van a freestaron. Amire szükség van, az van rajta. Hát akkor menjünk a freestarról. Nem ez volt a terve egyébként, de menjünk ezzel. Szia Murphy, guttanában jó estéket! Most, amikor még működik az izém. Mint hogyha egy kis low resolution textúra lenne itt. Nem? Egyébként Andor Murphy, csak mondom amúgy, hogy nem single player-t kezdtem, hanem kópot. Ha esetleg ráérőbe vagytok. Viszont, ha már itt vagyunk, akkor vajon egy konténert szerintem föl tudok pakolni. És van itt egy olyan küldetés, ugyebár, hogy mi ez? Oh yeah! Jó, mindjárt csinálok kódot. Egy dolgot megnézek még gyorsan, hogy itt a portban drilling stuff delivery a drilling site-hoz kell vinni, az nem esik itt útba. Most semmi nincs, ami útba esne. Nem. Mindent a drilling site-ra kell vinni. Mindegy, ezt is meg kell csinálni egyszer. Jó. Na, azt mondja egy Murphy. Először is kérlek, pattanj be a Discordba, jó? Addig pedig én mutatom a Manage Party. Kópizom az invite kódot, és szépen kipattintom gyorsan Discordba a chatbe. Szia Murphy, jó estéket! Jó estéket! Jó, csak nyugodtan. Én pedig elnőrzöm a hangot OBS-en. Mondj valamit, kérlek. Köszi. Az a jó egyébként, hogy most éppen nem működött a Discord hangon, de most már működik. Nagyszerű. Na szóval. Jó. Murphy, ahogy csatlakozol, én akkor jó. Andor, gyere nyugodtan, amikor csak szeretnél. Ne viccelj, nem kell várni, ameddig Murphy már nem ér rám, minden figyeljen. Na, azt mondja, hogy... Szóval... Bocsánat a recsegésért, csak közben kell tájtani ezt a mikrofont. Semmiben az én hátam is gáz, nem érdekes. Azt mondja, közben mesét mond a gyereknek, úgyhogy amit beír, visszajön, akkor onnantól ez a részemről már nem lesz szövegel, és sőt, lehet a mikrofont is le fogom majd némítani, mert jó, még jó, nézi jó, a dűnét. Ó, a gyerek? Nem, az az. Nem lehet elég korán kezdeni a dűnét például. Na jó van, Andorom. Az tök jó, én nekem meg van freestarom, meg White Western starom, meg mindenem. De figyelj, Andorom, azzal jössz, amivel csak gondolod. It's all your call. Cargo management. Mi ez itt? Egy large pipe. Cargo container. Az a cargo container majd lehet ide. Jaj, de jó. Jó, mindegy, először menjünk tovább. Jó, gyorsan akkor viszont megtekintem azt, hogy vajon Murphynek mit célszerű kiadni. Mint feladat.
azt mondja, hogy akkor én elhozom ezt a container in the river-t. Jár az agyam közben, mert igazából föl kéne venni ezzel a hőssel a sideboard bedet, csak ezzel a sideboard bedet nem tudom ilyenkor rácsatolni, ez a nagy probléma, úgyhogy igazság szerint, ha én itt praktikusan akarnék működni, akkor én most ide egy lószerrel tennék föl egy darab hosszú pótot, egy ötöset. És akkor sok mindent lehet egyszerre megcsinálni. A jó kérdés az, hogy itt mennyire szeretjük Alaszkába az ötös pótot. Andor Murphy, hogyha erre van valami inputotok, akkor majd mondjátok, mert azért kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltak erről, hogy ötös pót Tajmirba. Ötös után futót? Aha, bizony, Alaszkába itt nem. Ja, bocsánat, Alaszkába nem. Én nem szeretem. Én egyébként megmondom őszintén, nagyon, ha nem muszáj, nem használok utánfutót, mert azt mindig szeretem vissza leszállítani. Ja, ízére gondolok, nem utánfutóra, Murphy, hanem ízére lószedőre tehető ötös pótra. Azt mondom. Ja, oké. Az is után. Jó. Én nekem az nem tudom micsoda. Nekem az pót. Ha nagyon muszáj, akkor inkább azért nem sideboard, hanem flatbedet teszek rá, és akkor inkább keresztbe pakolom a tehát inkább túlrakodom a gépet, hogy utána. De az én vagyok. Azt mondja, hogy én nézem a missionokat, azt mondja, hogy volt itt egy floating drills megvan, drilling parts delivery. Na, tessék már azt mondani, jó? Drilling spare parts igazából azért azt a portból kell vinni. Aha, és hogy négy helyre kell vinni? Ja, nem négy helyre kell vinni, start tracking. Jó, azt oda kell leszállítani, de honnan a töcsből kéne ezt leszállítani? Isten, nem utasson már engem mindig. A service side-ról. Kiraktam ide egy nagyon jó gépet, hogyha esetleg szükségezem van javítás üzemanyag. Oké, dankeschön. Milyen gép alapvetően az egyébként? Alapvetően egy scout, és ezzel pótkodott a teherautó utánfutót itt lehet. Ez Ford F. Ja, F750-es, az jó. Az kafaság. Na, közben én nézem, itt a service site-nál van egy nagyon jó kis sexy drilling spare parts-os történet, amiből ott föl lehet venni négyet, mert miért is ne vegyünk föl négyet belőle, és lehet szépen elvinni a mágba. Oké. Na. Hogy csináljuk? Akkor hogy legyen ez praktikus? Azt mondanám, hogy drilling spare parts-ból kell vinni egyet a faktoriba. Csak egyet kell vinni a faktoriba. Többit azt máshova kell vinni. Bocs, hogy ilyen szerencsétlen vagyok, mert ilyen 10 órás munkanapom volt, és így teljesen elmerudjant vagyok ma így fejben. Deliver to factory. 4 darab drilling spare parts-ot. Jó! Oda megyünk, kész. Akkor azt fogom csinálni, fogom magam, és én átcsütsenek a Prampa. Mindjárt csatlakozok újra, pillanat. Jó, nyugodtan. Szeretettel vállak. Remélem, hogy a üzékkód nem változik. Én közben átültem a BM-be, és ezt átszerelem sidebedesre. Most megpróbálom. Vagy pedig azt mondom, hogy Én megpróbálom ezt az ötös pótot, figyelj. Maximum. A logisztika látszik a streameren. Jó. Na, szóval beültem közben egy BM-be, és azt mondom, hogy én ide a Trailer Store-ba megnézem, hogy mennyiért mérnek itt egy ötös pótot. Ugyanis itt Alaszkában nem lehet vásárolni ötös pótot. For my information. Itt levásárolni lehet, találni nem lehet. Meglepős nem láttam, őszintén szólva, de hogyha valamit kihagytam a kollekció, mondjátok, mert simán kinézem magamból, hogy kihagytam. Azt mondja, hogy portból lettünk, portál leszünk, úgy bizony, Andorom. Nagyon mély volt, de korrekt. Na, azt mondja, hogy nézzünk egy trailer store-t. Ramp flatbed. Aha, meg még az se hiányzik. Mi step deck? Az, hogy ne kettőt is oda-vissza meg.
White Flatbed, a nagyon jó log trailer, mert az is kellni fog, rohadjon meg. Gooseneck és egy Flatbed semi-trailer, na egy ilyet se veszünk. Sideboarder semi-trailert veszünk. 5-ös sideboarder semi-trailer. 6800! Én kérek elnézést, sikerült egy high saddle-nek indulni ennek a feladatnak, és nem úgy kell. Mi a helyzet? Mi a helyzet? Próbálok lepakolni ide gépeket. Oké. Okay. Hogy ne kelljen majd fizetnem. Low saddle. Ennek is nagy. Hogy mit csinálom, mondj meg egyszer? Az hogy intézed, hogy ne kelljen fizetned? Úgyhogy Wisconsinból először áthozok mindent Alaszkába a saját játékmódomon, és csatlak. Wow. Oké. Okay. Makes sense. Fú. Na ilyet se veszünk fel. Figyeljetek, maradjunk egy ilyen 5-ös pótnál. 6800. Hogy szóljon. És ezt miért vásároljuk meg? Ugye ez lenne a bölcs kérdés. Ezt azért vásároljuk ezt most meg, mert hogy a portból én szeretnék négy, vagy a service side-ból szeretnék először is eljutni élve. Ide. Igen. Szóval szeretnék eljutni élve a Szóval szeretnék a service side-ból 4 darab drilling spare parcot, vagy milyen a lóharit a faktoriba elvinni. Most megvan csatlakozom ide. Jesus! Mi volt ez a bazin egy hang? Ez a... Igen, Andor. Hogy ne tegyek rá szedőt, azt mondod? Too late, too late. Kell egy új kód. Új kód? Bill. Már születik is. És már érkezik is. Az ugyanaz. Na, viszont teszek egy Night Vision, mert... Ez a csodás egyébként, amikor egészen véletlenül el... Hát megyek az OBS-re, mert éppen át kell mennem az OBS-re, vagy kicsit ki kell menni a gömbbe, amikor hirtelen a kormány az így belokkol balra, és akkor... És akkor ez van, amit láttatok. Jaj, már megint... Mi volt ez az orbitán egy hangzavar? Lehet, beleszuszogok. Nem, ez a SnowRunnerből jön valami orbitán egy valami hang, mindig ilyen szélátfújás. Hát, jöjjön a következő. Én pedig ismételten kaptam egy visszautasítatlan ajánlatot valamilyen... Dafuk? Mi az ördög ez? Connection failed. Ja, hogy ez a szél. Oh no! Egy fél pillanat. Kicsit át kell tolnom itt ezért a hangot. Mert itt valami nekem nagyon-nagyon nem okés az audióval. In-game eventek, nem is értem. Jó, mindegy, ez így okés. Jó, ambient, oké, Andorom, köszi, igen. Jó, és akkor Murphy, nézem akkor, hogy mi a helyzet. Mindjárt visszatér az agyam helyére. Jó, és hogy manage party, ugye? Nekem mindig ugyanezt írja Murphy.
Nyomikér is tartod? Ha nem, nem lenne nagyon. Jó, jó, persze. Persze, persze, persze. Jaj, jó, bejött valami követőbot ide a Twitch-re, és ő most ilyen nagyon komoly promóciós dolgokat ajánl, hogy milyen jó lesz nekem, hogyha ő majd engem promotál. Köszi. Édes bugaram. Na, itt vagyok bent, és mindjárt mondom akkor a kódot. Ez már határozottan új kód természetesen. És itt van. Fingers crossed. Közben én visszajövök ebbe a Royal BM-be. Stoj. Közben itt kireggeledett. Nem baj. Sőt. Oda menjünk. Drilling spare part-ért menjünk oda. Ugye jó helyre menjünk, és nem lőttem magam tökön. Nem. Service side-ba kell menni. Ó, édes úrég. Hát menjünk, menjünk. Ó, Murphy, szia. Várjál, még töltőképe. Engem már, engem, nálam már kiírt. Ez egy jó pont. És igen. Igen, tökéletes. Na, mit csinálok? Mit hozzak? Magyar? Na, szóval, figyelj, én küldetést mondanék. Jó. Amit mindjárt kilopunk kéne a planningből. Mégpedig azt mondja, hogy csinálom én most ezt a drilling parse delivery-t. És akkor Containers in the River. Igen. Containers in the River nevezetű sima mission, ami annyit jelent, hogy ott, ahogy mész a Service Hubhoz, ott a... Vissza is váltok. Tehát, hogy mész a Service Hubhoz, és a Service Hubtól északra itt a folyóban lesz 2 darab konténer, és ezeket kérlek vidd le a porthoz. De miközben mész, itt a Service Hubnál lesz egy sideboard trailer. Azt kérlek csatold fel, mert ahogy leértél a portba, ott most a Freestar terpeszkedik éppen, azzal is fog állni onnan szépen, hogyha nem akarsz azzal jönni. Onnan föl kell venni ilyen kabint, meg ilyen dolgokat, de azt majd mondom, hogy hol leértél, jó? Jó. Na. Te mi? Eldöcögünk megint. Ja, Murphy, egyébként csak mondom, megint a service site-hoz megyek, ahonnan a múltkor együttes erővel sikerült csak kiutatnunk engem. Úgyhogy ez remélem, hogy egy tajga azért csőrre van töltve, remélem még, hogy... Ha esetleg a jóisten úgy hozná, hogy ismételten újra játsszuk a múltkor itt, csak más rakománnyal, akkor... Mert bocsíts, még egyszer ezzel a... Containers in the River? Igen, a... Darussal kell menni mindenképpen. Utánfutóval mit csináljuk? Az utánfutót az, hogy csatolt föl és vidd el a porthoz. Annak annyi lesz a jelentősége, hogy sok mindent kell vinni a portból is. És az segít az utánfutó. Oké. Okay. Ah, de külpontos ez a BM. Egyébként nem rossz, csak nagyon külpontos. Közben már lekarcoltam ezt a frissen vásárolt utánfutót. Most rutinos leszek, és egyből az erdőbe megyek. Ha eljutok addig, ma útka itt borultam fejest. Először. Igen, itt. Kicsit más íbben megyek neki ennek a feladatnak. Hát, ha ezúttal nem borulok meg.
így, hogyha ebből az ívből, és mondjuk ésszel is mondjuk lassan teszel meg ezt a pár métert. Jó, és akkor itt tanulván az előzőből egy kis vincses segítséget igénybe vennék, ha odaérnék. Szépen lassacskán, úgy, szépen, óvatosan. Und preisgünstig, und sofort. Szuper. Most itt már csak az az egyen gondolkodom, hogy itt vajon átmerjek-e menni egyenesen, vagy pedig az erdő fele menjek, mert menjünk egyenesen. Legyen mit nézni. Ne menjünk egyenesen, nem szeretem én ezt. Már ez itt, már ez az ív, amiben ott nem belemennék, már nekem az nem tetszik ott. Úgyhogy ne is menjünk bele szépen, mert ez nem jó, ugye? Aha, és ugye itt néztem ezt itt szembe, hogy aki itt ezen keresztül megy le meg föl, azon kívül ez nagyon tökös, annak sok ideje van. Igen, Andor, ez azért lehet, mert alapvetően a fényerő, amit kap, az egy picikét kicsi, úgyhogy föl kell erősítenem a kamera képet, és ez néha-néha olyan darabos mozgássá teszi az egészet. Igen, kicsikét olyan 20 fps. Jaj, gyerekek, ne szívassatok már! Egyébként most az még a nagyon fura, hogy valamitől nekem konkrétan szerintem nem igazán van most game hangom. Vagy úgy időszakosan van motor hangom. Ez valóban így van, vagy csak én hallom így? Most van, meg cicceg is, az előbb nem volt valamiért. Nem mondom, a muzsika is jó, de hát azért úgy... Olyan szépen nem látni semmit ezekből a dombokból itt, olyan szépen. Beássuk. Visszafelé itt jó lesz. Kihúzom a seggét. Ki bizony? Én kihúzom a seggét. És a segge ki lett húzva. Kesz. Ennyi volt kesz. Oh boy! És ez az ív is megvan. Ja. Most jókor nagy a szám, tehát még egy grammot nem szállítok éppen semmiből. Abból pár gram ott van az pótkerékben. Ez nem az a játék. Na most konkrétan nincsen game hangom. Most van megint. Ez egy új feature. Közben rápillantok Murphyre, aki töretlenül viszi szerintem mindjárt a konténereket. So nice. Az egyik már ki van szabadít. Wow. Aztán átrakom a telefutóra, ha bár itt nem. Ez hangos volt. Most pekkeltél valamit az utánfutóra, nem? Mert az akkorát szólt, hallott, hogy szétvágta az agyam.
Na. Na. Mi a? Mi a? Ezt ne mondj ilyet, mert ez nem hangzik jól. Ez az. Na, és akkor végre valahára mi jön most? Tevum, stoppergés, daruzunk. Na, szóval, hogy activate anchor, majd mindjárt csak először még nem autólódolunk szíve. Kézzel? Ahogy kell. Úgy bizony. Ó. Megcsillanó napfényben a darvam. Hátra tesszük, amennyire lehet. Majd a francba ledobjuk ezt. Köszi, Andorom. Meglátjuk most. Mindenesetre zúgó, hogy kell, meg ugye glitch a lezés képernyős. Ez a durva, hogyha én most ezt szépen fognám magam, és a játékot a felé igen kedvezményes rakodási módszert használom, konkrétan 6-os százat fizetnék azért, hogy kirakjam ezt a 4 darab szerencsétlen izét, és az kvázi el is vinni a pénznek egy, hogy mondjam, jól látható részét. Most megint nincsen hangom, jaj, de jó! Csak van tartalom az új izébe, hogy hívják, patchekbe is, na. Úgy tartom, nincsen hang. Bekkelem gyorsan a kargómat még mielőtt. És ez a szolid kis... Otta. Mi történt, Murphy? Nálad is bukszik? Elengedte az... Unpack-pack és restore crane, és már megyünk is tovább. Na, következő feladat, itt meg kell fordulni. Na jó. Na, azt mondja, hogy... Itt veszünk egy nagyon nagy fordulókört. És ezt tőgyből meg lehet itt fordulni. Na, és hittem volna alud. Nes? Mi ez, Murphy? Mi ez, Murphy? Nem mondod. Nem beszélünk. Oké. Okay. De ez tetszik egyébként, hogyha esetleg újra kell indítani a gamét, akkor hirtelen nappal lesz. Ezért megéri. Egyébként meg egy érdekes dolog, ez ugye itt Alaszka. És ugye Alaszkában ugye télen és nyáron kicsikik extrém a nappaloknak a hossza. És van egy csanda, hogy mi itt most télen játszunk, mert rohadt hosszúak az éjszakák. Could be. Na nézzük. Hogy viselkedik ez a 4 darab dobozka? By the way, egy nagyon picit hat haladok ki még szépen a izébe. Planningbe. Azt akarom megnézni, hogy esetleg ezt egyszer már elvittet, nem vittük még el, de még egy olyan lokkolva van. Service side-ból elvittük. Nincs még egy service side-os. Hála a megveszekedett jó istennek, nincs. Vagy nem kell többet szállítmányoznom itt egyelőre. Akkor ezt csak ezt egy picit, kicsit összép húzom nálam a... Okay. Jó. Na, menjünk tovább, igen. So nice. Kicsit kinézünk oda a tengerre, bal oldalra. So nice, várja. Akkor legyen már így ezünk. Háttérkép. Jó.
You know what? Ne, legyen fotómód. Megyünk is tovább. Na, szöngye, hogy innentől lesz az érdekes, mert innentől már a BM egy picikét kezd érzékenyé válni a terepviszonyokra, mivel hogy van ugye érdemi szállítmányunk. Úgyhogy itt ésszel kell menni jobbra-balra, a dülőnk élős helyeken. Viszont azért hozzá kell tenni, hogy azért ez a szállítmány, amit itt viszünk, ez a megyébe közel nincs az a, az a nyomorult Oieri Trailhez. Hála jó Istennek! A szemfüles nézők észrevetik, hogy 59 liter benyámban. Andor, hát ugye mondtam. Mondtam, a szemfüles néző figyel arra, hogy gyakorlatilag mindjárt kifogy a benyám. Hoppa, hoppa, hoppa. Na jó. Most egy kicsikét itt észre megyünk. Úgy bizony, úgy bizony. Hogy ne tudjunk eldönni, és majd itt a végén, amik... Most lassan. Ha jó, gyorsan. Nem borulsz, nem borulsz. Nem borulsz. Azt mondtam, hogy én is elindítottam a streamet, úgyhogy vissza tudod majd nézni, hogy mit segítettem. Ja, nyugodtan, szuper. Andorom nem, egy AVD-n van. És a te nézőidet mondom, hogy engem ne nézzetek, engem ne nézzetek, én ezt nem azért csinálom. Köszi. Köszi, Murphy, én is azért csinálom, hogy a nézők szórakozzanak. De tudod mit, Murphy, nekem egy sokkal jobb ötletem van. Nézzenek mindkettőnket. Téged nézzenek. Várja, Murphy, van egy ilyen trükköm, hogy azt mondja, hogy beírjuk mindegy linket. Multistream. Layout 3, azt hiszem. Andor, kérlek, majd ezt próbáld ki. És... Azt hiszem, hogy ez jó lesz. Na, Murphy? Igen. Ja, várja, mert rosszat írtam bele, köszönöm. Rosszat írtam bele a linkbe, ugyanis, mert téged nem itt lehet nézni, de pillanat. Mi a te pontos streames neved? Mert akkor viszont itt elbasztam picit a dolgot. Ugyanaz, mint a felhasználónak. Aha, oké. Okay. Ja, én időközösen lekapcsolom a izémet, az engine-emet, mert most nincs sok használni. Akkor... Mondom. Jó, akkor nem írtam el, remélem. És... Ne már! Bocsánat a izélgetés miatt, itt csak közben egy olyan multistream linket akarok létrehozni, ahol ez az. Az előbbi linkbe írtam egy izét. Na, nem szóval... Nem hogy kell leparkolni a szép forgósájában, és bocsit. Oh, nice. Most megtanítottam mindenki. Szóval, Kövi, mi legyen, ez kész. Na, szóval, a következő mission az pedig úgy néz ki, hogy Container Interior, akkor gyorsan kizöldezem. Szóval, hogy kizöldeztük. Ez is szép, igen, kész. Jó. Aztán, a következő, ami úgy szintén a portból szállítandó, az kérlek szépen, az úgy néz ki, hogy föl kell kapni ott ez a Drilling Supplies nevezetű történet. Jó? A drilling site-hoz kell elvinni a portból egy kargó konténert, illetve van egy olyan, hogy drilling stuff delivery,
úgy szintén a drilling site-ra kell vinni, úgy szintén a portból drilling equipmentet. Tehát ez egy ilyen kettő az egyben. Mit mondsz? Azt mondja, hogy ez a Morrison Mining, ugye? Vagy a Blackbird? Melyik a menne? Hűha! A kérdés az jó. Nekem viszont nem kapcsolta be ki a szemét a motoromat. Azt mondja, hogy Morrison Miningon van ez a drilling supplies, amit először is akceptálok. Rendben. Egy kargó konténer kell oda. És a másik pedig a drilling supplies. Tehát Morrison Mining drilling supplies. Tehát egy kargó konténer kell a drilling site-ra. Uh-huh. Oké, és meg egy medium pipes. Uh-huh. Jó, akkor ezt meg lokkolva, rohadjon meg, bocsánat. Akkor csak egy darab küldetés mondok neked, az az egy küldetés pedig a Morrison Mining Drilling Supplies. Ennyi. Oké. Okay. Pedig van szép lett volna kettőt multistackkel be. Tehát egyet a portból kell fölvenni, aztán a factory-ben lehet fölvenni a következőt. A warehouse-ba, bocsánat. Igen, igen. Én addig pedig visszaszenvedem magamat ezzel a... Mi van? Nyomtam egy detached thrillert a stop engine helyett. Uh-huh. Jó, köszi. Nagyon jó. Ügyes voltam. Manual loading is... What? Oh! Mi a helyzet? Mi a helyzet? Ráparkoltál a freestyle-ról a való area. Ah, bocsánat. Van hozzá kulcsom. Yeah. Yeah, 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 yeah. Na, azt a nézőknek meg ismételtem, hogy a legutolsó link, amit kitettem oda, ez egy olyan dupla link, amin egyszer lehet nézni Murphyt és engem is. Úgyhogy használjátok örömmel. Szerintem tök jó ilyen kapitál. Megint pekkeltél egyet, mi? Csak azt tudnám, hogy a te hangod az miért jön át a te mikrofonodon? Ez most halálkomolyan. Nem jön át a mikrofonomon. Nem, én mégis hallottam egy orbitán egy pekkelési hangot, pedig én garantáltan nem pekkeltem semmit. Szerintem ez... az a játéknak a... A bugja. Vagy nem tudom milyen. Uh-huh. Én a fülhallgatómon alig hallom. Uh-huh. Nekem pedig olyan, mint hogy kalapáccsal vágnának kb. Fejbe. Na most itt az van, hogy ki fog fogni a benyám, mert olyan pofáztam az időt. Úgyhogy majd egy Wranglerrel egy picike kis látogatást ide kell tenni egy... De megpróbálok én legalábbis kimenni ebből a Bentley-ből, ami itt van. Annik, hogy felborulnék, mert... Az nem vitte még előre a kapitalizmus, hogyha felborult valaki. Na ez se. Most fog be a füled. Én fognám, de nem rajtam múlik. Akkor múlják. Gamival kell beszélni sajnos. Na nézzük, mi van itt a Jeepnél. Vagy hülye vagyok, esetleg a Hammer az nem. A Hammer az biztosan nincsen közelebb. A Jeep az közel van. Még van itt a benya is. Nézzük, itt van esetleg egy kis extra. Nincs esetleg extra benya. Azt mondja, hogy nem... Vagy? Mindjárt a szalagkorlátban. Maradj ott, csinálok extra benyát. Mesélj. Azt hogy? Van nálam egyébként most extra benya jut eszembe ám. Tehát, hogy... a small roof nekem van 40 liter. Ez elég ahhoz, hogy kijöjjön onnan az a... Na, BM. Ez az. Igen. És ezzel van extra benya. Már megyek a Wranglerrel, már majdnem ott vagyok. Na jó, majdnem ott az kicsit izé. Mit rakták képként a Tarint? Nem a Ford. Ja, 750-es? Uh-huh. Gyere, kivezem most a drift-felést egy picit. Flatbed, Wolf Grip.
Vaj, de jó ezzel menni. Züm, züm. És akkor egy... Jó, most itt viszont a Wranglerre... Istenem! Jaj, Istenem, Istenem, Istenem! Hát kriminális, kriminálisan béna vagyok ezzel. Jó, akkor átmenk egy low pluszba, az nem farolok annyit, de... Egyenesen 20 métert nem tudok menni ezzel, hallod? Észre nyomjuk a gázpedált, és akkor rendben lesz. That's what she said, ugye? Azt nézem, hogy nekem kellem a tankolnom még őt. Közben megérkezett Imi, és ő éppen farming szimulátorozik. Szia, Karcsi! Karcsikám, nem követed, látom az elmúlt 3 hónapot, vagy 4 hónapomat. Úgyis Karcsikám, hétfő van, tehát hard hétfő van. SnowRunner hard mode, all the time, all the time. Úgyhogy most igen, nyomjuk a hard módot Alaszkában. Hát akumód nézett, tudom. Jól teszed. Itt eszembe, aki néz engem, nézzétek akumót is. Akumó szokott expeditionsözni, meg szokott még warshipsözni is, nagyon-nagyon ritkán, akkor megpróbálok én is általában ott lenni. Meg néha be tudok neki ugrani szombaton, amikor még van bennem némi életenergia. Bőzön, Karcsikám, megértem. Hát ugye akumó szombaton Vanilla SnowRunner-t játszik, tehát ő nem hard módban nyomul. Pedig abban van az iszki, ugye? Abban van a vitamin. Pontosan. Mi mit találtam? Kány ne pánik, Karcsikám. Hát gyere, maradj most is, meg gyere jövő héten is. Ilyen egyszerű. Ó, Istenem, ez meg nem akar haladni. Én ezt megkóstolom. Egyébként meg Murphy, nem tudom, tudtad, de ugye ez van ez a mondás, ez a héjába a vitamin. De most igazából ezt már igazából nagyobb rapperek is tudták, nem tudom, ezt gondoltad, de ezt vágod? Nem. Hát most érted, Outkastnek mi a leghíresebb száma? Héja, nem? Jaj. Nem, nincs elég gomba stream deckem, mert valami jó kis hangeffektet ehhez sajnos. Tessék. Te bum. Újje. Azt hol volt? Itt. Köszi, Murphy. Tök jó. Majd megnézed. Jó, majd megnézem mindjárt. Ó, ráj, de az mihez jó egyébként az? Longhorn. Ja. Én most mit csinálok egyébként? Mert... Barátom. Hogy ide meg vissza kérni egyszer. Hát igen, nem néztem meg ezt az Excel sheetemet. Ezt nagyon nem néztem meg. Azt tudom, milyen küldetést kezdtem most el. Ez a legjobb az egészben. Menj már, hát azon a kavicson, te szar. Köszi. Ezt kezdtem el. Szerintem. Remélem. Menj. Ez mitől van, Karcsikám?
ennyire szadista ízét a net, ízét? Net connection-öd? Na végre valahogy ezzel a Wrangler-re meg végre jutottunk a ízébe a mudba. Végre tud haladni a mud gumival. Hát akkor mi a baj, Karcsi? Ha nem a net miatt nem megy. De azt meg hogy? Jó, én erre most csak ráteszek egy Night Vision, mert... Elfejtettem, hogy nálad pénzé kell tankolni, bázol. Jaj, bocsánat. Elnézést kívánok, ez hard mód. Nem, még tettem is ki a hútót, pedig emiatt. Ja. Mindegy. Na itt az jó kis Wrangler, ezzel szépen ide megyek, itt szépen elmegyek, elzsalok egyenesen, eszembe nem jut, hogy én itt fölborulnék. Tehát itt a Wranglernek esélye nincs fölborulni, nagyon akarni kell, hogy itt fölboruljál. Ám de ezek a BM-ben mindjárt átszállunk, szinte kéri a borulást ott, szinte kéri. Ha jó, beakasztjuk a vincset, és akkor úgy nem fogunk vele borulni. Na jó. Jelző, hogy ki kell jutni innen ebből azért a BM-mel. Köszönöm. Mert van Wranglerrel. Na. Gyárunk, barátom. Enni fog. Eljutsz oda, én érzem. El fogsz oda jutni. You know what? Mi az ilyen szűk? That's what she said. Yep. Akkor sárba megyünk. Az. Jó, akkor nem, talán nem kéne bontatni a Wranglerrel a BM-et, mert a BM gyorsabb. Oh boy. Oh boy. Boo. Na jó. Most akkor itt szépen lejelítjük ezt a Wranglert, majd szépen bevár itt mindenkit. Átszállunk a BM-be, a Békás megy erre, igen. És elindulunk szépen kifele innen ebből a kis árkocskácskából. És nem ezt akartam, mindegy. De az hogy én beletankoltam 40 litert és a fele már elfogyott, gyerekek? Jó lenne innen kimászni azért még. Au.
És az a durva, hogy ezzel a BM-mel itt nem fog kijutni. Ezzel az extra tankbenyával sem. Nem eltem, hogy egy nagy extra tankbenye volt, mert csak egy pici volt, mert 40 liti, de akkor is. Hát megyünk vele, ameddig tudunk, aztán szépen kimegyünk innen a Wranglerrel. És hát igen, idehozzuk neki azért a nagy tankert, mert most nem tudok jobbat. Hát azért titkor reménykedtem, hogy ebbe az a 150 litje, vagy mennyivel indultam, az ugye elég lesz, de hát így nem. Tehát így 40 liter konkrétan másfél kanyarra volt elég, tehát így nem árt. Így tényleg. És ilyenkor benne meg egyébként az erő arra, hogy fogom így elindulok, majd akkor jövök menteni magamat, és akkor a Wranglerre mondjuk egy ilyen lejtőnél így a kanyar után így így dobnék egy fejes konkrétan, bele a szakadékba, a francba. Sima vanilla izébe, SnowRunnerben ezt megcsináltam, csak ott ugye könnyebben nyomtam, hogy putyirik over, aztán kész. Itt meg gumi nélkül 3000, hallod? Ezt a hammert, meg ezt a upgrade-et már megszereztel innen? Melyik hammert? Pillanat, nézem a térképet, hol vagy? Azt már innen, persze, hogyne. Az ott az most első, amit megcsináltam. Azt is megszereztem, igen, onnan a... Nem a hídból, hanem onnan malőle. Igen. Ez meg lett persze. Kis is szorgalmas. Basz. Egyébként úgy volt, hogy utána gondoltam, hogy miért volt az, hogy én úgy emlékeztem, hogy csomó mindent kiszkáltoltam, és egyébként tényleg, tehát én Pedro Bait, Whitefeldit, meg Mountain Rivert én kiszkáltoltam, arra gondoltam, hogy hát itt úgyis elkezdjük, együtt csináljuk Gergővel, Gergő tökre szeret scoutolni meg minden, és akkor milyen jó lesz, hogy ő meg scoutol, én meg elkezdem közben ezeket az amúgy kötelező missioneket lenyomni. Az alapötlet ez jó volt, csak addig nem jutottunk el ugye, hogy Gergő scoutolt volna, mert ő múltkor nem scoutolt például. Ezt az üzemanyag tartályt elvigyem valóban. Azt a fuel trailert? Hát figyelj, hogyha van rajtad egy kis hely, akkor azt ki lehet tenni egy kicsit központibb helyre, igen. Például? Kicsit központibb helyre, kimenjünk global mapre. Hova tenném azt a fuelt? Mesélj nekem, hova tenném azt a fuelt? Én kérlek szépen, szerintem lehet, hogy a Factory-hoz tenném, vagy a Resupply Zone Warehouse Factory ilyesmi tengelyre helyezném el valahová. Dollar Factory Sawmill. Nem Sawmill, a nyugati Factory-ra gondoltam, nem az északira. Vágja. Factory. Hát én nem is látok más factory-t. A térkép nyugati oldalán kerest, a warehouse factory ilyenek. Megvan. Uh-huh. Ahova most megyek majd felvenni ez. Pontosan. A medium. Uh-huh. Van egy service trailer is, nem? Vagy miért? Uh-huh. Igen, van egy maintenance trailer, igen. Akkor oda vigyem mellé, vagy ahhoz közel? Ja, az teljesen jó lesz ott persze. Tökéletes. Oké. Okay. Hát jó. Igen. Ja, hát igen. Tartozom ezzel az úttal az ördögnek. Jó idő van felétek. Uh-huh. És
szolgálat. Nekem ilyen nem behúzó párnám van. Ilyen kimaradós párnám van a kertben. Lehet, ezt nekünk is csak beszoktuk hozni, mert a hajnalra nagyon harmatos az idő, aztán tiszta víz. Ja. Nagyon állatlanul, hogyha ebbe a rendőrbe egy picikét több benyom férne, mert ez így valami borzalmasan satnya és kevés. Ez a kis 40 litri, amit szegényként fel tud mutatni, ez így nem. Hát az milyen állatlanul, hogyha kicsit hamarabb világos ebben játék. Az bizony. Hát te figyelj, éjszaka van, úgy értem, hogy tél van, és téli elaszkod sötét. Hú, milyen abrupt módon kezdődik itt a mad. Yee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 
hanem még én egy scout fiatal, hogy átszenvedem magam, hát az borzalmas. Inkább fogom magam, föltankolom magam teljesen, és refuel, bezem. Fú! Ezt szépen, ahogy van, átadom az ének, a BM-nek, és inkább kivontatom magamat, bakker. És nem fogok itt most oldalt izelni, inkább eltarzanozok itt a madba. Aztán kész, úgyis madgumi van rajtam. De most akkor... Ott van a Ford is. Menteni. Jó gép. Láncos gumikat tettem rá. Fullosra van upgrade-elve, úgyhogy... Ja, fölkittem át szélén a legajzével. Wranglerre. Valamiben belakom. Istenem. Én a madban. Egy előnye van ennek a mados szenvedésnek itt, hogy a szélén végig van a fa, aztán végigmész rajta, az kész. Időnek idő, de oldalt is idő a Wranglerre. És közben lassan reggel lesz. Azaz van megint 10 percünk, amikor látunk is valamit. Már készítünk kéne mindjárt. Sápárc alatt. Egyébként valahol erre itt valamelyik domtetőn is van valahol valamilyen upgrade, ha jól emlékszem, azt is megszerezted? Nem tudom, lehet, nem biztos, nem tudom. De nézlek mindjárt. A madrannát majd megnézem mindjárt. Ja, ott éjszakra az északi faktorító délre ott a hegy tetején van egy, azt lerealiztam, azon mi zseniális volt. Azt onnan kell kapni. Teljesen szórakoztató volt. De most ezt nem ironizálok, tényleg. Igen, arra emlékszem, azt én is élveztem. De hallod Wranglerrel? Hát ez elmegy mindenhol. Is, mindenhol. Is. Igen, tehát is. Ezt én leállítok, hogy a factory ez ezt a izet. Benyelt? Jó. Jó. Persze. Benyelt, tökéletes. Na végre.
az ez majd, hogy szépen tényleg áttankolok majdnem mindent a BM-be, és a Wrangler-be kitom a BM után, aztán kész. Hagyjuk benne egy 20 litert, mert ez 20 literből ki tud jutni innen, ha esetleg még kéne benne a BM-be, ami azért csak nem, rohadjon már meg, de most már tényleg. Még egyszer mondom most a streamem nézőinek, ha majd ha itt tartasz. Egy fél pillanat türelmet kérek. Ezeket bele kell a sörbe, mert... Na szólja, egy fiú át szépen. Jó, 110 litri a BM-be. Mérjünk. Menjünk. Most 110 litriből csak kijutunk már innen, nem addig, hogy nyomod a traderig. Van még 300 liter. Touch winch. Így. És menjünk is tovább. Jó, hát igen, csak itt ugye az, hogy a BM azt tud haladni. Minden tegbe a BM azt tud haladni. Bármilyen körülmények között kvázi. Humonant. Ögy. Itt talán még a mix is működik. Jó, de nézzük azt, hogy jön a Wrangler is mögöttünk. Megy a BM előre. Jó. Zupa. Viszont ennek még itt el kell bújnia gyorsan. Gyorsan. Kiegyenesítjük a mindent is, jöjjön velünk. De a fogyasztás nem az igazi. Ja, oké. Jó, hát itt én viszonylag steady módon azért lehet haladni. Nem ideális, de... Úgy... Ilyenkor van az, hogy igazából egész jól tudsz menni tulajdonképpen a normál teherautóidő, és akkor belegondolsz, hogy tulajdonképpen mi a töcsnek jöttél erre fele scout-tal felfedezni, amikor így jó, hogy föl tudsz menni vele a hegyre, mert tényleg. De bármit úgy érdemben felfedezni, megnézni, nem tudom micsoda, sokkal jobb igazából egy egészségesebb futóművű, meg teljesítményű teherautó. Tehát itt igaz, hogy bejutok itt is Wranglerrel, és igaz, hogy nem eszik olyan sokat, de amíg bejutok, hát addig szakállam nő. Szóval egy Factoryhoz kell innen eljutni. Jó, hát ez nem is olyan rossz tulajdonképpen. Ja. Ez nagyobb fordulókörrel oldjuk ezt, meg különben a Wranglert leakasztjuk. Vagy beakasztjuk. Így, ahogy most néz ki, hogy éppen pont nem. Szuper. Jól van. Jó. Refuelezünk. Először... Ja. És akkor ebből pedig megcsináljuk azt, hogy a Wranglert ezt odahúzzuk a közelbe. Tök. Átülünk bele. És hát, ha engedi magát refuelezni. Csodálatos. Nagyszerű. És egyúttal ki is fogyott egyébként ebből a Scout Fury-ből a benya. Jó, Wranglerről akkor szépen hátra megyünk ide így. Majd fölcsatoljuk vele a Fury-t és át fogunk lényegülni üzemanyagszállítóvá. Csak először a BM-mel átvisszük ezt a szállítmányt ide a Factoryhoz, ahol majd megint meg kell tankolni.
És itt van egy fülkerri a trailer, egy picikét mondjuk messze. Tehát akkor úgy szállítjuk le, aztán kész. Meglátjuk, mennyi lehetőség lesz most itt. Jó, menjünk. Jó, 275 litnyi benyám van, ebből remélhetőleg azért át lehet oda jutni. De mindent egybevetve lehet, hogy egy tankolás mibe fog kelteni itt a Fuel Stationbe, csak hogy biztosan legyen benya. Illetve hát... Ha így megy a BM, akkor nem. Ezt tud haladni, hallod? Tehát high gearbe. Igazad van. De ha akkor elkapar, aztán... akkor ne. Igen, elkapar. Oh yeah! Köszöntem. Jó, a touchwinch. Pillanat. Pillanat. Nagyon picit ki kell húznom magamat ebből a sárból, ami itt van. Aztán ugye leállítom a izémet, a motoromat. Egy fél pillanat türelmet kérek. Na, gyerünk már. Figyelj, kikönök ebből a bazi nagy izéből, Bentleyből, és akkor már nézem is a térképet, meg a... Ögy! Jó, azt mondja, hogy következő. Azt mondja, akkor ott vagy a Factory-nél, nem a Factory-nél, vagy a... Hol vagy? A drilling site-nál vagy. Drilling site-nál olaj, menj vissza a drilling site-hoz, légy szíves. Ugyanis, figyelj, oil delivery nevezetű küldetés az, ami jó. És, hát figyelj, ahova neked most belefér. Figyelj, én azt mondanám, hogy légy szíves az északi faktorihoz vigyél olajat. Tehát az északihoz, meg a nyugatihoz, jó? Arról mit gondolsz? Még akkor gyorsan leszállítom ezt a maradékot, mert ez a 250 liter benya az elég lesz szerintem. Na szóval, jó. Azt nézem, hogy oil delivery. Mindjárt mondom, kérlek szépen, az oil delivery az egy Blackbird első küldetés, igen. Én pedig még mindig a drilling parts delivery-t csinálom. Csak hogy legalább tudjam. Na jó, menjünk, ezt lenyomjuk. Majdnem tele tankbenyával, nehogy már ne jussak oda a gyerekek. Öv tarsak. Kell a service hubhoz. Uh-huh. Az a factory-hez. Azért mondom, hogy a két factory-hez vidd el, légy szíves, az északihoz, meg a nyugatihoz. Oké. És jó, egy-egy oil barrel. Uh-huh. Szerencsés helyzet áll fel, hogy a BM az nem csak, hogy jobban megy low plusban, hanem még jobban is fogyaszt. Mennyi időm van amúgy? Hát szerintem egy olyan 10 perc körülbelül. Aztán mész, hogy lezárod azt? Mennem kell. Né. Hát mert én altatási feladataim vannak. Legalábbis úgy tűnik, hogy alvásbiztonsági megfontolásokból jobb, hogyha nincsen fülhallgató a fülemen, ugye? Meg bármikor tudok ugrani. És utána mikor leszel legközelebb? Hát jövő hétfőn. Hát a szokásos hard hétfő, tudod. Hát nekem a standard. Csütörtök? Nem akarom ígérni. Nem tudom, az a helyzet, hogy most tervezek pár Steam Deck-es videót, amit meg kell csinálnom. Ezt most annyiban nem így, jó, tehát itt nem hard időhöz kötött sztoriról beszélgetünk, csak az van, hogy szeretnék egy újrapasztázást csinálni rajta, és szeretném a bennlévő SSD-t upgrade-elni egy 1 terásra.
és utána pedig újrahúzni mindent. Na most nem tudom, mennyire vágod a Steam Deck-et, de ott a Steam Deck-nél ahhoz, hogy tényleg minden nagyon pöpecül fusson, mivel ugye azon SteamOS fut és nem Windows, ezért nagyon pöpecül fut, viszont van egy pár olyan dolog, amit föl kell telepíteni, amit okosan be kell állítani, etc. 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 Most Anno Dracula még a Channel életciklusának kvázi majdnem az elején, én elkezdtem, de csináltam egy ilyen alap Steam Deck beállítós videót, ami arról szólt, hogy mik azok a dolgok, amiket praktikus, hogyha fölteszel már, amikor betelepíted, vagy amikor egyáltalán setupold a Steam Deck-edet. Na, ennek meg akarom csinálni az új verzióját, tehát magyarul egy hőpasztázás, egy SSD csere, és egy ilyen újratelepítős videó áll még előttem most így a héten, amiket meg kell csinálni, tehát hogy úgy értem megcsinálni, nem csak hogy fölvenni, hanem hogy úgy meg is kell igazából vágni, meg ilyenek ahhoz, hogy ebből bármi lehessen kint. Uh-huh. Szóval ezért nem ígérem a csütörtököt, és akkor nem beszélek olyasmiről, hogy én nem tudom, hogy mikor jön éppen olyasmi, hogy most nekem estig éppen melóznom kell, mert éppen rengeteg munkám van, meg ilyen apró hülyeségek, tudod? Vágom. Usual shit. Nekem is össze kell raknom egy újabb gitáros videót, mert megígértem a Sounds good. Na, nézőknek. Mi lesz a téma? Most a következő téma a gitár nyakán, hogy a hangok tanulása, megtanulásához segítség. Itt most arra gondolsz, hogy például mit tudom én, dur skálának a különböző fekvéseit hogyan tudod egyszerűen megtanulni? Nem, hanem megmutat a hangokat, hogy hogyan talál meg gyorsan, ja, Oké. Tehát, hogy abszolút tudni a tárnyakát. Ja. Ez tök jó. Hoz egy kis segítség. Sounds good. Én csak egy videót csinálok róla, a tanulási folyamat a nézőké. Ó, persze. Hát jó, hogy van mit. Igen? Ja, nem, csak azt akarom, hogy egyébként szeretettel ajánlom a... Ugye vannak a bevezető videóid, a zeneelméletes bevezető videók. Ugye van egy olyan, ami sima skálás, meg van egy olyan, ami kvintkörös. Tehát igazából az egész egybe van. Na, az teljesen jó praktikus dolog. Uh-huh. Az teljesen jó praktikus dolog. Ezek egyébként nekem már úgy egyébként ezek úgy megvoltak, tehát hogy le szoktam mondani, hogy azt nagyjából tudom, hogy nem ugyanaz a kadencia, mint a dekadencia, tehát hogy... De ugye azért ez ilyen praktikus knowledge. Tök jó. Teljesen tök jó. Hát igen, csak az igazság, hogy ez is olyan dolog, hogy nagyon hasznos tudni, de ez a zeneelmélet az konkrétan az arra való, hogy azzal megértjük, hogy mi zajlik a gitár, gyakran meg mi zajlik a zenében. De nem feltétlenül az, amivel zenét csinál. Pontosan csak az, hogy hallod, hogy mit érted, hogy mit hallasz. Igen. Meg hogy tudod, hogy ha hallasz valamit, hogy hol találod meg a gitáron, tehát ez sokat sem. Na nézzük. Közben egy küldetés itten le is zajlott. Ezt így letoltam. Mennyit hozol most? Hozol egy darab? Egy darab. Kettőt hozok. Kettő olyan belőlet hozol. Jó. Figyelj meg, akkor hát csináljuk azt. Jó, figyelj, csináljuk azt, hogy tedd le ide az egyiket, és a másikat pedig létszik, pakoljuk át rám. Azt majd én átpakolom darúval. Mert aztán nekem tényleg zárni kell. Van darud? Ja, van darud. Ó, hát az úgy epik. Na, akkor én be is állok oda mellé gyorsan. Gondolom, vissza kell vinned még a tajgát. Össze-vissza nyomkodok mindenbe. Nem baj. Figyelj, csak hajítsad rám, hogy éppen kényelmes. Most arra gondoltam, hogy én ezt... Lehet, hogy el tudom dobni vissza. Én nem. De a szervizhoz le tudom dobni vissza a garázs felemelet. Ja, jó, akkor előre. Jó. Akkor dob le oda. Csak csórok egy icipit benyát ebből a maintenance abnizéből, jó? Mhm, persze. Hogy? Lehet, hogy ez a 60 liter nem lesz. Közben jár az, hogy mit, hogyan praktikus. Nézzünk egy gyorsan planningbe. Ugye most arról beszélgetünk akkor, hogy tulajdonképpen én ezt a Drilling Part Delivery-t
abszolváltam most. Igen. Te csinálsz ezt a drilling staff delivery-t. És megcsináltad a drilling supplies, nem? Vitted az oil barrel-eket, meg a medium pipe-okat. Igen. Ez is megvan. Wow. Teljesen tök szuperek vagyunk. Teljesen tök szuperek vagyunk. Jó. Akkor én ezt is elteszem. Ütemezve, igen. Eddig, amit mondtál, megcsináltam mind. Tök jó. Tök jó, azt hiszem, drilling step delivery, egy drilling equipment. Aha. Lehet, hogy nekem praktikus lenne. Lost Tube. Nézzük meg ezt a Lost Tube-ot, ha már itt állok. Hát meg a drilling szájbelt fölkapok két dal a oil barrelt. Jó. Azért kérdezem, hogy hétfőn én túlórázok, viszont csütörtök, péntek, szombat, ezek közül a napok közül én, hogyha megmondod, melyiket én szabad tenni, csak tudom. Hogy nem mindig csak hétfőn lesz. Ja. Jó, hát tudod, én nekem a hard hétfő az némiképpen valami, tudod, valami determinizmus visszadolog, azért jegyezzük meg. Jó. Ja, nem tudom pontos, hogy hogy leszek. Lost Tube. Van ilyen? Hát tarts fejben ezt, ahogy úgy alakul majd így. Ja, nyilván, persze. Tartok, ez a Lost Tube. Ez megint csak egy olyan küldetés, amit baromira nem vettem föl. Hol van? Északon. Bejelök akkor a Hammerbe, ameddig azt visszaviszem, és akkor folytatom a Power Line, ezért aztán kész. Na. Gergő már igencsak jól előre alatt ebben a missionben. A Hammerrel egyébként. És itt most be van akadva, mint az állat. Mert ugye az összkerék meghatásba kell kapcsolni, és akkor nem lesz beakadva. Na nézzük, hogy mit tudunk itt tenni. Fú, de nem praktikus az elvtársak. Fú, de nem praktikus. Ja, igen, mert ezt másik oldalon kéne megtámadni, ugye? Smells like it. Nem baj, akkor is. Mi akkor is erről az oldalról támadjuk. Meg, igen. Rámászunk a powerline-ra. Mint a friss megyecske lenne. Mi a búbánat van itt? Fú, ecsém. Az egész jó nézet, mi? Oh yeah. Föl is borulok, hallod? Nem is látom. Ez az. Én akkor is fölkelek. Höp. Akkor meg elleborulok. Nem érdekes. De én úgy borulok, hogy taktikusan, mert hogy föl tudok kelni belőle, én úgy borulok. És meg orral. Upi. Megállunk. Ja, figyeled, Murphy, közben, hogy mit alkotok? Igen. Ez kicsikét a Dakar játéknak a... Jó. Ifjú pókember kezdő lépő. Igen, amikor még nem volt az a hálószutyok. A kis Peter Parker szány próbálkodásai. Új, és miért megnyomtam ezért a nézetgombot is, nagyon jó lesz. Igen, ám csak abban nem gondol bele az elvtárs, hogy arra a sziklára, hogy a búrandon fog fölmászni ezzel a Hammerre, mert a Wrangler fölmászik rá, de itt a Hammer is. És miért egyébként, tudod, hogy miért szeretem én a Hammert?
Nem. Hammer jó. Csak hogy zárít méltóna ma estét, tudod? Ó, man, és figyeled, ez ennyire jó, hogy itt van egy maintenance trailer, megint fölülről nézzük, nagyon jó. Jó, oké. Okay. És akkor itt egy kis riffel annyira nem érdekel, ám de egy kis Reaper az, meg van itt egy Lost nem tudom micsoda. Jó, fölveszek ezt a show task, és nem, start tracking, jó, nem, nem érdekel, nem ezt akarom csinálni. Csináljuk tovább is a power line-okat. Gyöngyhajú power line. Jó, igen, és egy kis refuelt kérünk. Akkor repairt kérünk. És a szemét hallod? A nagy maintenance trailerből nem akarja magát javítani. Megjegyeztem, hallod, megjegyeztem, öreg. Na most csak egy kis offroados megoldással leszáguldunk a hegy oldalban. Let's go. Száguldunk, az nem kifejezetten jó szó erre, de hát mondjuk úgy, hogy lejutunk. És a powerline-ok legutolsó egyedét is jól felfedezzük. És utána talán még egy-két küldét is föl tudunk kapkodni onnan, amiket eddig is föl kellett volna kapkodni, csak hát a scoutolás ez nem annyira volt scoutolás, mint amennyire arra gondoltam. Menjél már, édes szentem. Na végre. Direm. Azért ez sincsen annyira közel talán. Én inkább azt mondanám, hogy fogjuk meg akkor erről az oldal ezt a dolgot, hogy így. Az összekor a nagy fák mellett elmegyünk jobbra, és akkor talán felti, vagy esetleg mondjuk come on boy, meg tudod csinálni, én hiszek benned, meg tudod csinálni, így. Úgy bizony, úgy. Fák mellett elkommandózunk. Hát csak azt kell megjegyzni, hogy ne boruljak le ezen a lejtőn, mert valószínűleg lefogok. Ez a szám, mert bizonyíts. Bizonyíts, mondom, gyerek. Bedugjuk a nózit a felfedezésből, tökéletes, mind a 2000 pénzt kérjük is. Yeah! Yeah! Úgy. Ja. Gyerünk. A small roof nekem nem működik. Mire gondolsz? Uff. Jó, akkor azt mondja, hogy 1, 2, 3. Hogy a búbánatos pék fülébe tudok innen kimászni? Mi az Alex Murphy jelentést? Van nekem egy small room, nekem is abból nem tudok tölteni. That's not funny. No. Yeah. Ding dong, a csonka bandi mondaná. Jó. Hogyan húzzam, vonjam le magam innen? Mondjuk így. Akkor szíjjel azt. És így még lebucskázunk alaposan, ahogy kell. Úgy, és taprálunk a végén. Nem. Better luck next time, ugye? De ezért van az, hogy scout-tal megyünk, és a scouton autonóm vincs van, amit önállóságra nevelünk, ugyebár. Csak győzzem javítani a szegény Hammert. Nagyon kárcos már a motorja, nagyon...
Jó, köszönjük szépen, kiváló volt egészen. Tényleg a night vision, mert lekapcsolom már rég nappal van. Na, igen. Ups. Mi az eset? Mi az etes? Mi etes? Az úgy. Oh, fú, de késő van. Atya úrég. Fű. Beírek. Beírek. Mi az? Fogy a benyád, vagy mi az? Yes. Oh yeah. Dankeschön, Murphy, ismételten széttöröm gyorsan még a motoromat is, mert megtehetem. Show task. Ez már megvan. Ide kell levinni a maintenance trailert. Meg egy kerekemet is sikerült leabuzálnom. Pedig tökről néz ki, mintha le lenne abuzálva a kerekem, de végül nincsen. Ez így szép, ahogy van. Na. Gyorsan beállítom a Hammert izére, küldetésgyűjtésre. De hogy a bánatba le tud lejutni? De kerülve, mi? Jó. Egy, kettő, három, és akkor felszedünk ott mindent. Jó, na. Ezzel én elégedett vagyok most, úgyhogy na Murphy, nagyon szépen köszönöm a segítséget, és örülök, hogy tudtál jönni megint. Mondom, itt ezt a csütörtöket én ezt most nagyon nem ígérem, majd meglátjuk, hogy mi, hogy pontosan hogy lesz. Aztán... Hát vagy péntek, vagy szom. Vagy péntek, vagy szom, mert keep me updated gitár videóval kapcsolatban, mert kíváncsian várom én is. Okay. Jól van. No, oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm, itt voltatok. Remélem tetszett ez a videó is. Most már fölkerült a teljes michigani passió, és ha minden igaz, akkor a hétvégére föl lesz az előző heti alaszkai, mondhatunk, bevelegítés is, bár ez eléggé kőkemény izé volt. Nagyon kemény menet volt. De az is föl fog kerülni, illetve még jó néhány sorttal múlatjuk addig is az időt. Na, köszönjük, itt voltatok. Sziasztok, jó éjszakát, jó pihenést.